Köszöntöm Önöket, ez a Bonyhádi Napló, tartsanak velünk, jó szórakozást! 65 facsemetét ültettek el Bonyhádon három különböző helyen, több éves hagyománya van a minden születendő gyermeknek ültessünk fát programnak a Völgységi Városban. 11 gömbplatán került a földbe a Móricz Zsigmond utcában Bonyhádon. Már 8 éves hagyomány, hogy az újszülötteknek egy-egy fát ültetnek a városban. Azért tartottuk nagyon fontosnak ezt a programot 8 évvel ezelőtt életre hívni is, és tovább életben tartani, mert azon túl, hogy a városban nagyon sok zöld terület van, mindig van olyan hely, ahol lehet fákat, újabbakat ültetni, bár egyre nehezebb megtalálni azokat a helyeket, ahol még pótolni lehet, de meg is öregednek ezek a fák, azoknak is van egy élettartalmuk, egy életciklusuk, és itt a Móricz Zsigmond utcában pont annak vagyunk tanúi, hogy a megújult új aszfaltburkolat, a járdaburkolatokat követően a nagyon beteg régi platánfák is kivágásra kerültek az utca lakóinak a kérésére, és ezt az utcát most ezekkel a gyönyörű gömbkörisekkel meg tudtuk újítani. Nagyon örültünk, amikor megkerestek minket az önkormányzat, hogy van ilyen lehetőség, mert lehel nekünk már a harmadik gyermekünk. A két első gyermekünknél, a lányoknál nem volt ilyen, és nagyon-nagyon örültünk neki, mert gondoltuk, hogy itt lesz a Szecskában a fa, és nagyon közel is lakunk, úgyhogy szeretnénk látni, hogy cseperedik a fa is, meg a lehel is egyszerre. Úgyhogy tényleg ebből egy ilyen családi programot szeretnénk csinálni, hogy majd jövünk együtt, és akkor locsoljuk a fát, meg nézzük, hogy hogy nő ez a gömbkör is, ha jól mondom. Úgyhogy nagyon örültünk neki tényleg, és azonnal vissza is küldtük a jelentkezést, hogy mindenképpen itt szeretünk volna lenni, igen. Az ültetendő fákat az önkormányzat ajánlja fel, és mindenhol a környezethez illő fát igyekszünk kiválasztani. Jelen esetben 20 darab gömbköröst ültetünk. Ez az egyik legnépszerűbb fajta, mert nagyon szép fasorokat lehet kialakítani, kis lombkoronájú, nem zavarja a közlekedést sem. És ezen kívül pedig a fáji lakótelepen inkább a parkosítás esetében közepes növekedésű nagyobb lombú fákat ültetünk. Első alkalommal idén, de egyébként már 8. alkalommal kerül sor arra, hogy az Életfa program keretében, vagy ahogy régebben neveztük, a minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát program keretében, közterületeken fákat ültetünk. Ma most itt a Móricz Zsigmond utcában 20 darab gömbkör is lett elültetve, olyan apró csemetéknek, akik az elmúlt év augusztusától idei év augusztusáig születtek, megközelítőleg 100-an vannak éves szinten azok a babák, akik Bonyhádon élnek, és bonyhádi családoknak a gyermekei, és közülük 65-en jelentkeztek idén erre a programra. Ez pedig már a fáj lakótelep, ahol a héten csütörtökön 54 facsemetét ültettek el. Egy nagyon szép hagyománynak gondoltuk, és ez majd később szerintem neki is egy kedves dolog lesz esetleg minden évben eljönni ide, kicsit locsolgatni a fát, nézni, és ahogy ő nő, majd nő a fa is vele, és ez egy szép gesztus szerintem a várostól is. Szerintem ez egy nagyon jó dolog a Bonyhád önkormányzattól, megtisztel így a kisgyerekeket. Levélbe kaptuk ezt a kis jelentkezési lapot, kitöltöttem, bevittem, és így. Kinek lett ültetve a fa, és milyen fa? Kislányomnak lett ültetve. Hogy hívják? Cseke Karola. Hogy milyen fa azt? Majd kiderül, ha megnőtt. Igen. Gondozni fogjátok? Igen, természetesen. Milyen terveitek vannak a fácskával? Minden évben születésnapjára azt tervezzük, hogy mindig kötünk egy kis szalagot rá, úgyhogy eddig ennyi a terv. Az alapgondolat az az, hogy amikor együtt cseperedik egy fa egy kisbabával, egy kisgyermekkel, akkor az a kötődés, ami ahhoz a településhez köti, ahol gyermekkorát töltötte, az talán erősebbé válik is. Ahogy az életrendje szerint kirepülnek majd és elmennek tanulni más városokba, akkor visszatalálnak hozzánk, és ők is majd jövőben itt alapítanak családot. A kislányunk 15 hónapos volt nemrég, ugye 2017 augusztus 21-én született, és hát nagyon nagy örömünkre szolgált, amikor a polgármester hivatal megkeresett minket ezzel kapcsolatban, hogy így mondjam, így is emléket állítsunk az ő születésének, és hát hogy nyilván itt van a házunkkal szemben, tehát folyamatosan tudjuk gondozni és ápolni ugyanúgy, ahogy a csöpségünket. Ez egyfajta kötődés is Bonyhádhoz? Hát igen, igen. Tehát azt mondom, hogy mindenféleképpen itt képzeljük el, vagy a környéken a későbbiek folyamán a családunknak a növekedését, illetve a gyermekünknek a növekedését.
A helyszínt és a facsemeték kiválasztását, a szervezést és az ültetést is az önkormányzat munkatársai, illetve a program összefogói rendezik. Évről évre növekszik a jelentkezők száma. A jelentkezést illetően annyit szeretnék elmondani, hogy ugye évente ültetjük a fákat, és minden egyes szülőt értesítünk erről a lehetőségről, akik önkéntes alapon jelentkezhetnek nálunk. A helyszínek kiválasztása az úgy történik, hogy igyekszünk a lakóhelyhez közeli fát ültetni, mert akkor így azért mégiscsak nagyobb esély van arra, hogy gondozhassák, locsolgathassák a fákat, esetleg többször ki tudnak hozzájárni. És három ütemben ültetjük az idei évben a 65 fát, 12 helyszínen összesen. Az első helyszín ugye a Móricz Zsigmond utca, aminek megújult az aszfalt burkolata is, és így egy szép fasort alakítunk ki majd évről évre a szecskai gyerekek fáival. A családoknak, ahol idén augusztustól 2019 augusztusáig megérkezik a gyermekáldás, az önkormányzat ugyancsak kiküldi az értesítést, így a jövőben is csatlakozhatnak majd az érintettek a faültetéshez. Első ízben adott Bonyhád otthont a Sebestyén Bada Ferenc szóló és páros verseny táncversenynek. Az egész Dunántúlt megmozgató rendezvényre tíz településről érkeztek nevezések. A zsűri végül 5 díjat osztott ki. Hetedik éve már, hogy először rendezték meg a Sebestyén Bada Ferenc nevét viselő bukovinai székely szóló és páros táncverseny. Az évek alatt a bukovinai székesség meghatározóvá vált kulturális rendezvényének ötletgazdái így tisztelektek a Tolna megyébe települt őseik tánckultúráját legjobban ismerő személy előtt. Azt a néhány figurát, amit ő tudott, az tulajdonképpen öreg napjaira szinte tökéletesre fejlesztette. Nem volt sok figurája, de minden mozdulata tánc volt. És minden mozdulatában benne volt az a bölcsesség, amivel csak a paraszt ember rendelkezik. Nem csak a Feri bácsiról szól, hanem minden olyan adatközlőről, aki a mi kultúránkat átadta, hiszen erről szól, és ez a mi feladatunk is, hogy tovább vigyük és átadjuk a fiatalok számára. Edi Kakasdon volt a megrendezése, nagy öröm számunkra, hogy most a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége keretén belül tudjuk ezt, tudtuk, illetve a Muharai Szövetség karöltve tudtuk ezt megrendezni. Az idei táncverseny 5 korosztályos kategóriájába 53 nevezés érkezett. A mondhatni az egész Dunántúlt megmozgató rendezvényre 10 településről, Bács-Kiskun, Vas és a messzi Győr-Moson-Sopron megyei Kapuváról is érkeztek fiatal versenyzők, de mellettük természetesen Tolna megye is képviselte magát. Mi hoztunk párokat Szekszárdról, a Bartina Néptánc Együttesből, a szólistáinkat, valamint ugye Dusnokon is tanítunk Tóth Zoltánnal a párommal, és onnan is hoztunk egy párt. Ővelük úgy folyik a felkészülés, ez a tehetséggondozás, hogy külön próbáik vannak erre. Dusnoki gyerekekkel Dusnokon próbálunk, szekszárdiakkal Szekszárdon, de előfordult már olyan, hogyha a hétvégén próbáltunk, akkor a szekszárdi párosunkat áthozták Dusnokra, és akkor ott próbálunk velük közösen, hát ismerik egymást a szekszárdi Dusnoki gyerekek. A cél, és ez a lényege az egésznek, hogy bizonyos fokig egy picit ráirányítjuk a figyelmet bukovinai táncokra, kinyitottuk a kaput, tehát nem csak egy belterjes dolog legyen, hanem az egész országot, tehát mindenkit úgymond
szeretnénk bevonni, megismertetni, illetve kicsit valahogy ráirányítani a figyelmet a mi kultúránkra, illetve a tánckultúránkra. A bukovinai székelyek hagyományos tánc és énekkultúráját, valamint tágabb értelemben véve a népcsoport hagyományait az elmúlt években a hazai és a külhoni közönség egyre szélesebb köre ismerhette meg, a különböző hagyományőrző csoportok munkájának hála. Ennek köszönhetően pedig egyre több gyerek ismeri meg ezeket a táncokat. Érdeklődnek, jönnek. Nagy segítség volt azért ebben, tehát egy kicsit a felszállott a páva is azért az, hogy belekerült ez a műfaj jobban a televízióba, egy egész estés műsorral, ez is felkeltette a szülők érdeklődését, és ezáltal ők ugye hozzák a gyerekeket. A versenyen idén összesen 5 Bada Ferenc díjat osztottak ki. Terítéken legutóbb a Városháza dísztermében gyűltek össze Faragó Anna Mária író-rendező előadására az érdeklődők. A közéleti beszélgetések sorozat legutóbbi alkalmával magyarságról, hitről, kultúráról és még sok más egyébről is szó esett. Az estén levetítették az előadó Menasságra repülj című nagy sikerű dokumentumfilmjét is. Ez a sorozat nem új keletű, ezt Anna Máriának mondom. A Solymár Imre Városi Könyvtár, illetve a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ karöltve Bonyhádváros önkormányzatával hívta életre annak apropóján, hogy mindig egy aktuális témát járjunk körül ezeken a beszélgetéseken, és az eddigi hagyományokat bízva abban, hogy folytathatjuk egy interaktív programról lévén szó, a közönséget is beszoktuk vonni. A Terítéken közéleti beszélgetések címet viselő sorozat nem csak a témák adta nagy érdeklődés, hanem az interaktivitása miatt is annyira közkedvelt, hogy teltházasak az estek. Így volt ez legutóbb is a Városháza dísztermében. A Menasságra repülj című legújabb dokumentumfilmje rendezőnek idén debütált. Az első a sorban a Csángó Zsoltár, ami egy televíziós műsornak indult, dokumentumfilm lett belőle. Erről is beszélt a rendező. Fél évig játszott Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínház, és a Szló Nemzetközi Filmfesztiválról elhozta a film a közönségdíjat és a fesztiválváros díját. Persze nem ettől jó egy film. Egy film soha nem attól jó, hogy milyen díjakat kap, de ezzel csak érzékeltetni szeretném, hogy néha nagyon kevés pénzből is tudunk olyasmit csinálni, amivel meg tudjuk az emberek lelkét kicsit szelídíteni, kicsit fogni magunknak. És aztán követte még egy film ezt, aztán ez a harmadik, ez a mostani. A Csángó Zsoltár után azt gondolom, hogy ez az én legfontosabb filmem, a Csiki székelyekről szóló Menasságra repülj című. Amikor elkészült a film a Csiki székelyekről, akkor szerettem volna egy olyan bemutatót az Uránia moziban Budapesten, ahol ott vannak maguk a székelyek is. És jöttek egy autóbusznyian, úgyhogy ez a tervem megvalósult. Képzeljék el, hogy ebben a gyönyörű mór stílusú, hát mondhatom, hogy Európa, de talán a világ legszebb moziában 450 férőhely van, fönt a díszteremben, most csak ez üzemel, és mi 450-en voltunk. Attól féltem, amikor jöttek az emberek, hogy valakit a lépcsőre kell ültetni, de nem kell, pontosan annyian voltunk, úgyhogy a Jóisten néha oda teszi az ő kedves szándékát és a jó akaratát, és ott voltunk mi együtt a moziban. Valahogy 8 óra körül fejeződött be az előadás, és még este 11 órakor nem ment haza senki. Úgyhogy ebből gondoltam, hogy lehet, hogy lesz ennek folytatása. És akik később a Csíksomlyói búcsú idején a csíki székelyeknek, a Fiságvölgyének és az odaérkező anyországi magyaroknak is bemutattuk, játszottuk a filmet az elmúlt évben, és a magyarok, az anyaországi magyarok hazahozták a hírét. És így 4 megyében spontán elkezdték vetíteni, a Jászságban, Vas megyében, Fejér megyében, Pest megyében, és aztán híre ment. És tulajdonképpen annak, hogy híre ment ennek a mozinak, ennek a filmnek, annak köszönhető, hogy én most itt vagyok önöknél, mert olyan emberek is ajánlották aztán tovább ezt a filmet,
akikre úgy látszik, hogy kicsit hallgatnak az aktuális települések polgármesterét, és én most megyénként járom most már ezzel a filmen az országot. Ha el kellene mondanom, hogy mi is ez a film, akkor röviden csak annyit mondanék róla, hogy az emberi és nemzeti összetartozásról, hitről, hűségről, magyarságunkról szól. Ez nem divatos téma ma, nem ilyen témákról szoktak filmet készíteni, de én az az ember vagyok, aki ezt a fajta szolgálatot gondoltam magamnak, vagy legalábbis azt képzelem, hogy ennek a fajta szolgálatnak, amit én ezzel a filmmel teszek, meg az előadással, annak talán értelme van. Az írónő az érdeklődési körön kívül állóknak már-már misztikusnak ható témát is érintett, a rovás kultúrát, itt pedig egy érdekes történet következett. A Vatikánból a pápa kedvenc orgonaművészét, Virág Andrást látogatta meg, hogy hallhassa játszani a művészt személyesen. Én jól ismerem én is a Virág Andrást, és hát egy nagyon-nagyon szűk művésztársaság vette őt körül, és az volt a Szentatya kérése, hogy ne csak CD-ről hallgathassa az ő kedvenc orgonistáját, hanem egyszer élőben, van a csodálatos templomban, Budapesten, ahol ő játszik. És volt egy óra a programban, amikor erre lehetősége volt, és annak a szűk társaságnak, aki ott volt, a következőt mondta a Szentatya a magyarokról és a magyarok nyelvéről. Szó szerint idézem egyszerű fordításban. A Vatikán szigorúan őrzött iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós őstörténetét. A magyarság történelmi küldetését nem ismerő európai és egyetemes közvéleményes átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának feloldása ma még nem volna megalapozott cselekedet, mondta a Szentatya, mert az emberiség még nem érett az ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültséget keltene az iratok közzététele, de el fog jönni az az idő, amikor őszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a magyarságot. Lehet, hogy ma még nem ezt az időt éljük. Ugye, ha például az Európai Unió napi üléseit tekintjük, akkor lehet, hogy érdekes volna, ha valaki azt mondaná, hogy kérem szépen, tetszenek tudni, hogy a magyar a világos nyelve? Szerintem a hisztéria az a világ végéig tartana. Valóban reméljük, hogy el fog jönni az idő ezekről a vatikáni iratokról. Elképzelhető, hogy önök közül már sokan hallottak, hogy valóban van egy ilyen irat, amely egyrészt a magyarok ősműveltségéről beszél, vagy szól, másrészt pedig a magyarok küldetéséről. Van egy ilyen anyag a Vatikánban, erről beszélt a Szentatya. No de, menjünk tovább. Hát nagyon sokan vannak, akik beszélnek még a magyar nyelvről, és közülük most néhányat szeretnék idézni. Sir John Boring, angol nyelvész, aki az 1800-as években élt és alkotott, sok nyelv mellett megtanult magyarul is, és így jellemzi, így jellemezte a magyar nyelvet. A magyar nyelv messze magasan áll magában, egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett, önmagában következetesen, és szilárdan fejlődött nyelv, melyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával, e nyelv nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke, a magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tüdemény, aki megfejti isteni titkokat, vonzókat, mondja Sir John Boring. De miről beszél Sir John Boring, amikor azt mondja, hogy aki a magyar nyelvet hát megfejti és megismeri, isteni titkokat boncolgat. Ezért van ez a kicsit már rongyos írása, de bocsássák meg nekem, most már a századik filmvetítés után vagyunk. Tetszenek látni valamennyire a hátsó sorokból, és ezt az ábrát a kettős kereszten látjuk ugye fölül. Két rovás jelet rajzoltam én ide, az egyik a kettős kereszt, a másik pedig ez a három fordított vélem. Mit jelent a magyar rovás kultúrában a kettős kereszt? Ugye a rovás, biztos van, aki foglalkozik rovással, ugye a rovásnak a jelentését mindig a mondatban elfoglalt szerepe határozza meg. Tehát ha a mondatban elfoglalt szerepe szerint számnév, akkor egyet jelent, és ha nem számnév, akkor ugye megyünk tovább a jelentésével. Az egy az egyetlen, az egyetlen a teremtetlen, tehát maga az Isten. Ez a kettős kereszt jelentése.
És itt tetszenek látni ezt a három, ma úgy mondanánk, hogy fordított V-alakot, hogyha egyes számban mondom, akkor har, ha kettő van belőle, akkor harok, ha három van belőle, akkor harszág. Vagyis a magyar címeren, a legtöbb magyar címeren még ma is olvasható két rovásjel értelme összeolvasva Isten ország. Faragó Anna Mária nem csak érdekes és lelket emelő előadást tartott a filmvetítéssel egybeszerkesztve, olyan témákat érintett, amik megosztóak, mélyen elgondolkodtatóak, és késztetik az embert a téma utáni kutakodásra. Elhintette a magot, remélve, hogy jó földbe esik néhány. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Bonyhádi Tűzoltók ismét látványos gyakorlatot tartottak. A következő percekben olyan képsorokat láthatnak, melyre nem minden nap nyílik lehetőség. Egyszer, mint meggyőződhetnek a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók talpra esettségéről, szakmai tudásáról, rátermettségéről és arról, hogy mindig felkészülten és ugrásra készen őrzik a város lakóit. Sokat jelent a bonyhádi fiú utánpótlás kosárlabdának, hogy Tolna megyében az országban az elsők között megszervezték az U13-as bajnokságot. Élnek is a 8 csapatos torna adta lehetőséggel, és mint kiderült, a Puha Jenő utánpótlás edző irányította együttesnek, sikerélményben is van része. Jócskán! Bonyhádon is örömmel üdvözölték a Tolna megyei kosárlabda szövetség a helyi sportnák történéseire reagáló kezdeményezését, az U13-as korosztályt megszólító önálló utánpótlás bajnokság elindítását. Mert a bajnoki éles mérkőzések sokat segítenek, nagyon sokat, a gyerekek képzésében, a csak edzések helyett, no és azok a 14 évesek, akik nem férnek be, vagy csak epizódisták saját csapatukba, azok itt egyen lejjebb játék lehetőséghez jutnak. Van U11, U12, akkor ez az U13, csak hogyha vannak nagy különbségek a korcsoportok között, illetve a gyerekek között is. Van, akik mondjuk most kezdik el, van, akik már régebb óta, de lassabban fejlődnek, vannak, akik pedig hozzájuk képes, esetleg ügyesebbek. Így a keretből is kimaradt három gyerek, akik a meghatározók az U14-be, őket itt nem játszhatom, de azt mondom, hogy ez segítség nekik, hogy fel tudjanak zárkozni esetleg hozzájuk. És az a lényeg, minél több meccset játszanak, és az eredmény másodlagos, de azt mondom, hogy ez tökéletes nekik a felkészülés. Ebben a korosztályban nem panaszkodhatnak a játékos hiányra a bonyhádiak. A jóval kisebb merítési lehetőséggel bíró bátaszékek elleni meccsükön is látszott, még úgy is, hogy néhányan otthon maradtak, rendelkeznek elég magas, mozgékony és labdaügyes gyerekkel, akikkel talán már sikerült megszerettetni hosszabb távra a kosárlabdát. Hát mindenképpen azért jöttünk ide, hogy nyerjünk, és most szerintem nagyon jól állunk, de ez a bátaszék is egy nagyon erős csapat volt, úgyhogy mindenképpen küzdeni kellett. Még annyira jól nem dobok középtávolról, abban mindenképpen kéne fejlődjek szerintem, és hogy minél többet kéne passzoljak szerintem. Azt látom, hogy már szépen bemész a palánk alá, 2-3 védőt is meg tudsz verni. Ez az erényed? Hát ez is, de még a sok jó labdakiosztás.
leosztás. Akkor irányítónak teremtett a sors? Hát szerintem igen. A fő cél mindenképpen az lenne, hogy ezeket a srácokat a bonyhádi ihűben is viszont láthassuk mi hamarabb, az ott is kiemelkedőket pedig a felnőtt másodosztályú csapat is számításba legyen. Sajnos egy-egy neki buzdulást sokszor követte a közelebbi és a távolabbi múltban visszaesés, a serdülőkor után sokan felhagytak a játékkal a völgységben. Most talán most elindul valami, egyre többen jönnek, hiszen nagyon sokan abba hagyták a kosárlabdát bizonyos okok miatt, de most nagyon sokan visszajöttek. Az, hogy milyenek, az mondom még másodlagos, az a lényeg, hogy legyen egy jó mag, illetve sok játékos, és abból majd később ki fog alakulni, hogy ki azok, akik be tudnak kerülni esetleg a felnőtt keretbe. Ezt szeretnénk elérni, tehát hogy Bonyhád ne hozott játékosok legyen, hanem törzsökeres bonyhádiak, de szép lassan, tehát azt mondom, hogy évek kellenek hozzá, de rajta vagyunk, próbálkozunk. Kell is, mert helyi bonyhádi fundamentum nélkül nehéz elképzelni hosszabb távon egy stabil NB1-b-s bonyhádi férfi kosárlabdát. Műsorunk végén pedig egy rövid programismertetéssel szeretném hangolni önöket az adventre, az ünnepvárásra. Első ízben kerül Bonyhádon megrendezésre a Völgységi Advent. A programokon valamennyi szombaton kézműves vásárral, vásári falatozókkal várják a látogatókat, a gyerekzenekarok fellépésével és az adventi szabadtéri játszóparkkal a legkisebbeknek, és persze a családosoknak kedveskednek. Minden szombaton este a Vörösmarty Művelődési Központ melletti téren este 7 órakor fellobban az adventi koszorúna gyertya, majd ezt követően december 8-án Vigand István katolikus plébános ünnepi gondolatainak kíséretében ad műsort a Krenclány Néptánc Egyesület. December 15-én Mészáros Zoltán református lelkész ünnepre hangoló beszédét követően a felvidékiek adnak műsort, míg advent utolsó vasárnapján, december 22-én a Bonyhádi Katolikus Kórus ad lélekmelegítő koncertet. Boldog és áldott ünnepvárást kívánok kollégáim nevében is. Ennyi fért mai adásunkba, kollégáim és magam nevében ismét köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!